A 17. században épült a Baktalórend házi kastély, amely eredetileg egy földszintes vadászkúria volt. 1834-ben került gróf Degenfeld Imre, majd később családja tulajdonába. A 20. század közepétől tüdőszanatórium is működött a város egyik legjelentősebb épületében, amely már mintegy 20 éve üresen, kihasználatlanul áll a központban. A célunk az, hogy a műemlékvédelem alatt álló Degenfeld kastélyból turisztikai attrakciót megyei szinten, de nem tudás azt mondani, hogy országos szinten egyedi interaktív múzeumot alakítsunk ki. Ez a több mint 500 000 forint erre a célra szolgál. A kivitelezési munkálatok kezdetén már túl vagyunk, hiszen kisebb bontások és előkészítő munkálatok megtörténtek. A kivitelező a napokban megkezdi a intenzívebb munkavégzést, és a terveink szerint november elejére, első felére be is fejeződik a beruházás, már ami a kivitelezést illeti. Azonban nem csak építési munkálatokból áll a projekt, november végéig több modern eszköz is kerül a kastélyba, hogy így váljon interaktív múzeummá. Szabolcs-Szatmár Bereg megyének vannak attrakciói, turisztika attrakciói, vannak adottságai, és azt gondolom, hogy ez a kulturális beruházás is egy interaktív múzeummá, egy látogatóházá történő átalakítás után a megyének egy gyönyörű pontja lesz, és Baktalórendház a környékének, itt az erdőségekbe való sétálás és egyéb turisztika attrakciók mellett egy új turisztika attrakciót fog vonzani, és most már össze kell fogni azoknak az adottságokkal, attrakciókkal rendelkező településeknek, vállalkozásoknak, egyesületeknek, amelyek gyakorlatilag tudnak szolgáltatást nyújtani. A projekt nyitó rendezvényén a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés elnöke arról szólt, az elmúlt években több interaktív kastély és múzeum nyitotta meg kapuit, a folytatódó fejlesztéseket a jövőben a megyei önkormányzat is segíti. A jövőben lesz lehetőség a megyei önkormányzatnak a területfejlesztési operatív program keretében turisztikai fejlesztések megvalósítására. Ezekre a fejlesztésekre építve nyilván, ami most itt megvalósul Baktalórendházán, ez a regionális operatív program keretében egy nagyon jelentős fejlesztés a megye turisztikájának egész a szempontjából itt a megye közepén, Baktai erdő közelségében. Azt gondolom, hogy az egész térség számára, sőt az egész megye számára jelentős megújulás előtt áll ez a kastély. A nyitó rendezvény utáni terepbejáráson elhangzott, további fejlesztéseket terveznek a Baktalórendházi kastélynál, így a következő években a 12 hektáros park megújulhat, valamint a hátsó, különálló épületeket is korszerűsíthetik. Ezekre további támogatásokat igényel majd a város önkormányzata.